Sziasztok, a nevem Velsz, és ez pedig itt a Mi van Hip-Hop. A mai videóban a feldolgozásokon, illetve a coverökön lesz a hangsúly, hogyha kíváncsiak vagytok, akkor tartsatok velem, de előtte még nézzük meg a napzenéjét. A határokat feszegetik, hogy meddig bírja még. Tegyünk ellene, hogy ne legyünk birka nép. Mindig lebegjen előttünk a mintakép. Ha jön a nyár, tudod, a vírus is visszalép. Az előző videóm kommentei alapján megpróbálom a lehető legkomolyabban felkonferálni a mai videó alanyokat. Nehogy rám fogják, hogy be vagyok kápszizva. Hatalmasakat cippantgatott, egyértelműen jelezte kábulatának okát. Szóval elindulunk egy kicsit távolabbról, aztán megközelítjük majd az újdonságokat, na de az előző kábrős videómból többek között kimaradt például az Animal Cannibalsnek a Respect lemeze. Nem kell segítség senkitől, tudod robbanod, nincs a semmiből. Az volt a koncepció, hogy különböző MC-k dolgoztak fel Animal Cannibals slágereket, aztán adták elő egy teljes lemezen keresztül. Elég lesz a két hét, egyedül még szép, felbecsülhetetlenél még. Ha elkezdeném sorolni, hogy kik közreműködtek a lemezen, valószínűleg valakit úgy is kihagynék, úgyhogy a lejátszási listát megtaláljátok majd a leírásban, addig is nézzünk még meg egy másik tracket. A neked ez a jó sebb város, nekem 8 kell. A másik ilyen nagy lemez, ami szintén egy ilyen hasonló koncepción alapú Gangsta Zoliékhoz köthető, ezen a lemezen nem csak MC-k, hanem különböző zenekarok is feldolgozták Gangsta Zoliéknak a slágereit. Az egyik kedvencem erről a lemezről az ója volt Ciszka Finucci előadásában, aki később be is került a kártelben, és a mai napig is a tagja. Hogyha velem vagy, oh yeah, a kezedet a magasba dob fel. És ha már Gangsta Zolinál tartunk, akitől nem is olyan régen megtudhattuk, hogy mennyi milliónak a gázsia, illetve robbantott egy óriási nagy mémet. Ezt meglovagolva és ezen felbuzdulva el is jutottunk az aktualitásokig. Jó, igaz, nem ekte hip-hop, nem ekte rap, viszont azért benne van a funky, illetve azért mégis a Gangsta Zoli konferálja fel ezt a történetet. Hagyjuk, engedjük válni, itt van a kis testvérem, hallod, Emirkém. Hajó van a dududú. Szöveg venni fog. Olaszos a vérem, a nevemben a gázsim van. Szóval Emilio kivárta a megfelelő időpontot és robbantotta a hajó van a dudút, ami igazából egy ilyen paródiája ennek az egész történetnek. Szerintem tök viccesen reagált erre a sztorira. Nyilván a zene mi másról szólna, mint hogy mennyire tele van, illetve hogy mennyire nagy király. Hajó van a dudú, az nem csak az enyém. Ki a Károly? Ettől függetlenül én csípem a palit, hogyha lemaradtatok róla a leírásba, szintén megtaláljátok, majd aztán megyünk tovább egy kicsit rappesebb vonalon. Oké, WC-ülőke behangolva. Szóval a hajú van a dudu után, akár következhetne a Biki Csuna is, na de nem, hanem Sneeze-nek a Faster című feldolgozása fog következni, ami eredetileg Dexnek és Tech Nine-nak a közös nótája. Hallgassuk meg az eredetit, aztán nézzük meg a feldolgozást. Kill beast, that is my ritual. My words too flip, reciprocal, can't compete, I mean that literal. That MC go too fast, that MC got too bad. His bitch got decoyed, rap. Biki Csuna, Csaj. Szóval anélkül, hogy bárkit is megbántanék, innen is csumizlak, Sneeze, nekem is van egy ilyen gyenge angol kiejtésem, illetve egy ilyen akcentusom, mondjuk úgy, na de pont ezért nem is készítek angol nyelvű szövegeket, angol nyelvű coveröket, verem rá daköröket, na, de mindegy, nem is ez a lényeg, szóval értitek, hogy miről beszélek, én azt gondolom, hogy nem feltétlenül kell ezt erőltetni, attól függetlenül nekem is az egyik kedvenc nótám így mostanában, ami kijött, és ilyen nagyon pörgetnek benne, tök jó, meg minden, illetve az animációs videóklip is tök jó hozzá, meg a rendes videóklip is tök jó hozzá, tényleg valószínűleg nem hangzik jobban akkor sem, hogyha én nyomom így magamban, vagy itthon, vagy ilyesmi, na de nem feltétlenül kell ezt publikálni. Értem. Ettől függetlenül addig nincs olyan nagy baj, míg a TikTokon nem kapják fel, na de a leírásban itt is megtaláljátok majd, hogy megyünk is tovább a következő nótánkkal. Nem is olyan régen Dope Man robbantott a Bolondaki sír című nótájával, ami szintén egy feldolgozás, mégpedig egy TNT Dobrádi Ákos feldolgozás, aki egyébként közre működik a nótában is, mint zeneszerző, illetve nyilván, mint dalszövegíró is. Mi a bűnöm van? Miért a gyakorlom? Ez jó kérdés. Szóval az eredeti dalt ismerve gondoltam, hogy ez sem lesz majd igazából a szívem csücske, vagy az ízlés világomnak megfelelő, na de ettől függetlenül azért valamilyen szinten mégiscsak összepakolták a srácok,
de nekem a hangzás világa egy kicsit mégis olyan fura, egy kicsit olyan keszekusza, mint hogyha ilyen keverés, vagy ilyen mix and master nem lenne a helyén, vagy valami. Szóval emiatt egy kicsit nekem olyan, mint a csúszkálna az egész, emiatt nem nagyon volt nekem egyben, de kíváncsi lennék a véleményetekre, írjátok meg itt a komment szekcióba, természetesen a linkét megtaláljátok majd itt is a leírásban. A hegyekben fönn. És a végére hagytam talán a legfrissebbet, az AK-26-nak a hegyekbe fönn feldolgozását, ami egy hip-hop boys sláger volt annak idején. Gyerekek, hát hova a francba menjünk akkor kirándulni? Menjünk a hegyekbe? Nem, nem, hova? Hétvégén majd felmegyünk a hegyekbe. Kicsit itt-ott megvariálták, hozták igazából a régi feelingét ennek a nótának, de hát igazából... talán már nem ezeket az időket éljük, de mondjuk olyan szinten jó volt ez a sztori, hogy én is egy kicsit nosztalgiáztam, aztán meghallgattam régi ilyen retro slágereket, de szerintem olyan nagyon sokat ők sem adtak hozzá, csak úgy, mint az előző káveröknél. Mint láthatjuk, Mr. Parfum nem rest, a legkülönlegesebb helyekről is illatmintákat, illatanyagokat gyűjteni. Nem baj, az öt nap elmúlik, és ismét újra kezdődik! Tényleg nem rosszból, meg nem kötekedni akarok, de engem hírónak hangja még mindig nem győzött meg, attól függetlenül, hogy vannak tök jó dallamok, amiket elkap, de szerintem, hogyha ismeretlenként bemenne az X-faktorba, akkor talán egy szavazatot kapna, azt is a Bialex-től, nyilván. Vigyen innen, az nem is egy Michael Kors. Szóval ilyen nosztalgia flasheknek egyébként beleférnek ezek a történetek, na de azt gondolom, hogy nagyon ritka az a feldolgozás, nagyon ritka az a cover, vagy remix, vagy akármi, persze van sok ilyen, de egyébként nagyon ritka az, ami jobb, mint az eredeti, vagy tudnak esetleg egy kicsit többet hozzáadni, vagy valami ilyesmi, szóval gondolom értitek, hogy miről beszélek, meg azért valamilyen szinten mégiscsak ezeknél a nagyobb slágereknél megszokja a fül, azt, hogy ki énekli, stb. Stb. Szóval egy kicsit úgy hozzászokunk ezekhez a sztorikhoz, és egy kicsit olyan fura, amikor más adja elő. Nem tudom, ti hogy vagytok ezzel. Hasravágom magamat, vagy szétlövik az agyamat kiként, és közben az örmeste csak szoga... Sajnálatos módon azt kell, hogy mondjam, hogy mostanában talán a legjobb cover, amit hallottam, az az öt utcai a cover volt, ahogy Bialex mondaná, az nagyon dzsuker. Sokat nem dumál, bro, nagyon komoly, nagy és dzsuker. Sziszta dzsuker. Ő most a legrajabb. Nem is olyan régen kiraktam ezzel kapcsolatban a Facebook oldalamra egy posztot, ahol feltettem azt a kérdést, hogy mit gondoltok, melyek azok a cover-ök, feldolgozások, amik jobbak, mint az eredetiek, vagy jobban sikerültek szerintetek, mint az eredetiek. Szóval ott egy kicsit körül tudtok nézni, illetve oda is tudjátok linkelni, hogy szerintetek melyik volt az, vagy melyik az, illetve természetesen ide a videó alá is jöhetnek, kíváncsi lennék, hogy mit gondoltok rá, illetve arra is kíváncsi lennék, hogy ezek közül melyik volt az, ami elnyerte a tetszéseteket, vagy mit gondoltok ezekről a régi Animal Cannibals vagy Gangsta lemezekről. Jöhet ide a komment szekcióba. Ennyi volt már az a videó, hogyha tetszett, akkor iratkozzatok, felnyomogassátok a like gombokat, ajánlgassátok a haveroknak. Sziasztok, én Vesz voltam, hamarosan megyünk tovább. Ha szeretnél támogatni a csatorna tagságon keresztül, megteheted, a feliratkozás gomb mellett a csatlakozás gombnál megnézheted, hogy milyen lehetőségeitek vannak. Sziasztok, nem sokára folytatjuk. Ami megmászott a ranglétre, patintok egy rakétát, gyere ma érd át a pénzt, de tippin állam a tapétát. Patintok egy rakétát, megmászott a ranglétre, patintok egy rakétát.